Akkor szeretettel köszöntök mindenkit a Táplálkozás és Tudatfejlődés című könyvem bemutatóján. Az eddigi könyveimről nem voltak könyvbemutatók, mert lámpalázas vagyok, de most már lehet, hogy nem leszek annyira, ezért tartok most már erről. Meg talán ez már olyan sokat dolgoztam ezen a könyvvel, hogy úgy gondoltam, ez talán értékesebb, mint az eddigi könyveim összesen. Úgyhogy először nézzük meg a borítót. A borítót Vámosi Nóra festette. Szerintem nagyon szép lett. Körülbelül egy évvel ezelőtt a Nóra már olvasta a könyvet, és akkor neki mindjárt volt egy ötlete arról, hogy milyen borító is kellene erre, mert nekem nem volt. Aztán később beszélgettünk is róla, hogy mi legyen még esetleg rajta, de aztán teljesen rábíztam, és köszönöm, hogy megfestetted, mert egyébként, ahogy megláttam, tudtam, hogy ez lesz az. Van rajta ugye két kéz alul, ez mint egy az isteni világ ölét jelenti, hogy ez tartja tulajdonképpen az egész földi létet fenn. Aztán itt van a föld, a földben van egy hatszögletű, kristályszerű forma az ásványvilág, illetve bizonyos erők, formáló erők kifejezéseképpen. Aztán van itt egy hold, meg egy nap. A hold oldalán van a tej, illetve a tehén, és a nap oldalán van egy gyümölcsfa, és az ember pedig itt áll a földön, és ez sokkal nagyobb méretű, mint a növény meg az állat. Azt is akarja ez a kép így kifejezni, hogy tulajdonképpen az emberi fejlődés érdekében van itt a földi lét megteremtve, és az ember bele van rajzolva még egy fordított növény, úgyhogy a gyökér az ember fejében van, és a virág pedig az ember alsó testében, a nemi szervek táján. Ha valaki elolvassa majd a könyvet, akkor igazából tudni is fogja, hogy minek mi az értelme, de nagyjából ez is elég jól kifejez belőle nagyon sok mindent. Nagyon vastagra sikeredett. Először, ha ilyen formátumban csináltak volna meg a könyvet, akkor a 7-800 oldal lett volna. Ezért aztán egy kicsit nagyobb formátumú lett. Szűkebbre vettük a margót, kicsit apróbra a betűket, hogy ne legyen nagyon hosszú. Persze ettől még ugyanolyan hosszú, csak kevesebb lapra fért rá. Közel 500 oldal, vannak benne táblázatok, van benne egy kihajtható melléklet, ebben is van egy táblázat. Ez lényegében a könyvnek a veleje, ez foglalkozik, úgy átfogóan összefoglalja a táplálkozás és a tudatfejlődés összefüggéseit. Összesen három főfejezetre osztik a könyv. Az első fejezet az egyfajta bevezetésnek is tekinthető az antropozófiába. A második fejezet a földi táplálkozásról szól, a harmadik fejezet pedig az úgynevezett kozmikus táplálkozásról. Az első fejezetben lényegében az egész táplálkozásról, illetve tudatfejlődésről szóló megállapításoknak az alapjai vannak leírva, mert ugye ez az egész könyv a Rudolf Steiner antropozófiája alapján született. Rudolf Steiner kijelentéseit használtam fel a könyv megírásakor. Azt gondoltam sokszor tovább, amit ő sokszor röviden elmondott egy-egy tápanyagról, vagy a fejlődésről. Az első fejezetben szó van egyébként az élet eredetéről, az evolúcióról, illetve hát a természettudomány és az antropozófia álláspontját próbálom összevetni benne. Elmondom, hogy nagyjából mit mond erről a természettudomány, és részletesebben elmondom, hogy mit mond az élet keletkezéséről például az antropozófia. Tulajdonképpen amellett érvelek, hogy az antropozófiai tanítások annak ellenére, hogy erről a természettudomány azt mondja, hogy ez egy áltudomány, vagy vallás, vagy bármi más, teljesen mindegy, hogy minek nevezik. Valójában ez egy igazi tudomány, csak éppen mivel az érzék feletti megismerés alapján
születik, ezért aztán természettudományosan nem igazolható sok minden azokból az állításokból, ami egyébként, hogyha józan észre meggondoljuk, akkor azért mégiscsak nagyon hihetőnek tűnik. Majd fogok is ilyet mondani hamarosan. Az evolúcióval kapcsolatban hasonlókat lehet elmondani. Én szerintem az, amit az iskolában tanítanak nekünk arról, hogy az ember hogyan alakult ki, illetve hogy az állatvilág, növényvilág, az semmivel sem áll erősebb bizonyítékokon vagy alapokon, mint amit Rudolf Steiner erről elmondott, és amit így a könyvben is megpróbáltam leírni. Szerintem a természetes kiválasztódás, a sok-sok véletlen genetikai változás, amiről a természettudomány beszél, az, hogyha alaposan megnézzük a hátterét, akkor itt olyan sok milliónyi véletlennek kellett egymás után sorozatban történnie, hogy arra tulajdonképpen, arra a nagy számra, amit így kijön elsőként, hát arra a természettudósok azt mondják, hogy ez tulajdonképpen lehetetlen. De mégis ezt hangoztatják, hogy az ember tulajdonképpen az állatvilágból fejlődött ki. Az antropozófia viszont az ellenkezőjét mondja, előbb volt az ember, mint az állatvilág. De ezt most itt erről nem nagyon beszélnék. A könyvben azt azért részletesebben beszélek róla, több helyen is érintem ezt a kérdést. Szerintem ez nagyon érdekes, és azt gondolom, hogy ha valaki ezt elolvassa és nyitott azokra a megállapításokra, amit érzék feletti oldalról meg lehet állapítani a világ tényeiről, annak azért nem fog teljesen, talán egyáltalán nem is fog hihetetlennek tűnni. Lesznek persze benne a könyvben hajmeresztő állítások szerintem sokak számára, talán még olyanok számára is, akik nem materialisták. Hát ezekre azt mondom, hogy akkor ezt vessel, átmentek, tegye félre, ahogy mondta Domján Gábor is sokszor az adkontrolta a folyamán, hogy akkor ezt tegyük félre egy polcra, és majd akkor egyszer ezt talán elővesszük, hogyha úgy gondoljuk, hogy tudunk ezzel is foglalkozni, vagy el tudjuk fogadni. A második fejezet a leghosszabb, ez a földi táplálkozásról szól. Ez az a táplálkozás, amit ismerünk úgy, hogy táplálkozás. Ugye szilárd és folyékony tápanyagokat veszünk a szánkba, nyállal összekeverjük, megrágjuk, lenyeljük, gyomrúval, vékony bélnedvel, stb. Megemésztjük, majd pedig ezt a szervezet feldolgozza, és ez energiát, anyagokat ad az ember felépítéséhez. Erről is többféle szempontból beszélek. Egészen más dolgokról van mégis benne szó, mint egy táplálkozásos vagy ilyen emésztéssel kapcsolatos könyvben, ugyanis hogyha érzék feletti oldalról is nézzük az emésztést vagy egyáltalán a táplálkozást, akkor egészen más megállapításokat is lehet tenni, mint hogyha csak természettudományosan vagy fizikai szempontból nézzük az embert. Ebben a fejezetben szó van egyébként szénhidrát, fehérje, zsír, só, vitaminokról is egy kevés, mindenféle élelmiszerfajtára, ami a legfőbb élelmiszerfajták közé sorolható, lugosításról, enzimekről, enzimtáplálkozásról, alkoholról, kávéról, teáról, és ezekről azért van szó, mert Rudolf Steiner megállapítási szellemi megfigyelései szerint a tápanyagok, illetve az egyes élelmiszerek fokozatosan kerültek az emberi táplálkozás körébe. Tehát legelőször nem úgy táplálkoztunk, ahogy most táplálkozunk. 10 vagy 20 ezer évvel ezelőtt megint csak másképp táplálkoztunk. És ez folyton változott, és volt egy időszak, amikor csak nyers ételeket ettünk, most pedig már gyakran inkább főtt ételeket, vagy hőkezelt ételeket, és ez is hozzájárult ahhoz, hogy az ember tudata egyre változzon, illetve fejlődjön az elmúlt mondjuk 30-40 ezer év során. A harmadik fejezetben pedig a kozmikus táplálkozásról van szó,
A kozmikus táplálkozásról általában nem sokat hallott még az ember, erről csak az antropozófia beszél egyelőre. Hát elég magas szintű megfigyelő képességre is volt valószínűleg szükség, hogy ezt az ember észrevegye, de Rudolf Steinernek volt ilyen képessége, és látta, hogy az ember nem csak a száján keresztül vesz be szubstanciákat, hanem azt látta, hogy szellemileg, lelkileg az érzékszerveken keresztül, lényegében az egész bőrfelület összes idegvégződésén keresztül táplálkozunk. Nem szilárd és folyékony anyagokkal, hanem légnemű anyagokkal, kismértékben, illetve nagymértékben hővel, de ezzel a hővel lényegében szellemi szubstanciák áramlanak be az ember idegvégződéseiken keresztül egészen elhatolva a szervezet minden részébe, és ezek a szubstanciák aztán anyaggá válnak, materializálódnak, és ezek részt vesznek az ember felépítésében. Ezt a táplálkozást nem kell, hogy akarjuk, ez magától van, ez kegyelem dolga. Ha valakinek például vak a szemével nem lát, de ott vannak azok az idegvégződések, ez az idegvégződés, még ha vak is az ember, nem lát a szemével, akkor is a szemében lévő idegvégződésekkel táplálkozik az ember. Tehát ilyen szellemi szubstanciákat szív be, és ezek aztán találkoznak azokkal a szubstanciákkal, illetve azokkal az erőkkel, amit a szilárd és folyékony tápanyagokból a szervezetben feldolgozva összetalálkozik ez a kettő szubstancia, és ebből alakul ki aztán az ember fizikai teste, anyagi teste. De egyébként alapvetően a földi táplálkozás a fontosabb számunkra, hiszen ezt tudjuk mi alakítani, és ezt tudjuk mi esetleg egészségesebbé tenni, vagy olyanná tenni, ami a tudatfejlődésünket még inkább elősegíti. Tehát először akkor beszélnék az antropozófiáról, hogy mi is ez az antropozófia. Az antropozófia egy megismerési út, amely az ember szellemiségét a világ szellemiségéhez kívánja vezetni. Ez mindjárt azt is jelenti, hogy nem vallás, hiszen megismerési út, tehát nem arról van szó, hogy itt el kell hinni dolgokat, hanem inkább arról van szó, hogy meg kell ismerni a dolgokat, meg kell érteni a dolgokat. Nyilván kell hozzá aztán valamiféle hit is, hogy elfogadjuk-e vagy sem, de alapvetően a halál utáni életről, a születés előtti életről és ezernyi dologról, ami a természeti világ érzékfeletti részeiben zajlik, erről a vallások nem tudnak igazából sok mindent. Vannak bizonyos tanítások ugyan, de ezeket valamikor egyszer valaki látta, hasonlóan, mint Rudolf Steiner, de még nem fejtette ki olyan részletesen, mint ő, és emiatt aztán abból kialakultak különféle hitek, és azokat tudjuk, de igazából az kevés. A mai ember számára már általában nem elégszik meg az ember azzal, hogy csak higgyen, vagy csak azt fogadja el, amit a papok mondanak a templomban, vagy esetleg azt fogadják el, amit a tudósok mondanak az egyetemi katedráról, hanem ezt tulajdonképpen ők szeretnék összeegyeztetni, hogy van az, hogy a természettudósok azt mondják, hogy az ember és az állatoknak van egy közös őse, és ez valami állatszerű lény volt. És hogy van az, hogy a vallások meg azt mondják, hogy az embert Isten teremtette. Valójában ezek között azonban még sincs ellentét, de ezt az ellentétet áthidalni, hát nem igazán tudja más világnézet, csak az antropozófia. Tehát ez egy olyan megismerési út, amely képes a vallások, illetve a tudomány között is egy hidat verni, de maga, mivel hogy egy megismerési út, a megismerés kiszélesítésén alapul, azon, hogy az érzékszervi, fizikai megfigyeléseinket ki lehet tágítani lelki, szellemi síkra. Tehát az antropozófia a megismerései alapján egyértelműen azt mondja,
hogy a világban van szellemiség is, amely az emberben is benne van, és benne van a világ különféle részeiben is. Ha az érzék és az érzék feletti közötti különbséget szeretnénk úgy józan paraszti ésszel belátni, hogy tényleg lehet valami érzék feletti a világban, akkor elég csak a természetet áttekinteni, és egyelőre csak a mi fizikai érzékszerveinkre hagyatkozva. Tehát mi még ugye nem vagyunk szellemi látók, mint néhányan, vagy például amilyen Rudolf Steiner volt, ezért aztán mi egyelőre csak az érzékszerveinkre hagyatkozunk, és azt látjuk, hogy van ásványvilág, növényvilág, állatvilág és emberek a Földön. Ezek nagyon különbözőek, hiszen azt látjuk, hogy ami az ásványvilághoz tartozik, és tisztán ásványoként létezik, azok olyan, az a talaj, a homok, a kő, a sziklák, a hegyek, ezeken mit látunk? Ez azt látjuk, hogy ezek helyben vannak, nincs bennük élet, egyszerűen élettelenek. Ehhez képest a növényeknél mit látunk? Ezekben már valami életet is látunk az ásványokhoz képest, tehát ebben azt mondhatjuk, hogy van valami plusz ahhoz képest, ami az ásványokban nincsen benne. Az antropozófia azt mondja, hogy az valóban így is van, van benne valami plusz, tehát nem az anyagból fejlődött ki, tehát az élettelen anyagból, élettelen ásványból fejlődött ki az élő lény, a növény például, hanem azt mondja, hogy az élet csatlakozott az ásványi szinthez, és azáltal, hogy áthatja az ásványi létnek bizonyos formáit, részeit, ezáltal jöttek létre a növények. Tehát mindaz, ami él, az nem azért él, mert az anyag úgy gondolta egyszer, hogy na, mostantól én már szeretnék élni, és akkor mostantól élővé válok. Ez ugye elég lehetetlen elképzelés, de nagyjából a természettudomány ezen az állásponton van. Tehát ők azt mondják, hogy egyszer volt egy élettelen anyag, és egyszer csak a szén, a hidrogén, az oxigén úgy gondolta, hogy mostantól élni fog, és akkor él. Na ez egy eléggé hihetetlen elképzelés, de ezt tanítják az iskolában csak egy kicsit szebben. Valójában azonban az a valóság az antropozófiai álláspont szerint, hogy a világban vannak érzék feletti dolgok, vagy síkok, és az egyik ilyen érzék feletti dolog maga az élet. Tehát az élet az egy érzék feletti láthatatlan, érzékszervekkel megfigyelhetetlen dolog. Azonban, ha áthatja az anyagot, ami viszont érzékszervekkel megfigyelhető, akkor mi ebben az anyagi valami formában látni fogunk életfolyamatokat, és ez annak a jele, hogy az élet működik az anyagi síkon. Tehát egy növény élete azért létezik, mert abban egy érzék feletti élet működik, ami azt az életet kiváltja. Ha a növény élete elhagyja a növény ásványi fizikai anyagát, akkor az a növény elkezd hervadni, fokozatosan meghal és elpusztul, elszárad. Ugyanezt történik az embernél is, az embernek is van ilyen láthatatlan életteste. Ezt Rudolf Steiner látta, azért lehet erről most beszélni. És hogyha ez az élettest kiszáll az ember testéből, abban a pillanatban következik be a halál. Nézzük tovább, a növények mellett ott vannak az állatok is. Az állatok megint csak nagyon különböznek a növényektől, legalább annyira különböznek a növényektől, mint a növények az ásványoktól. Az ásványok ugye élettelenek, halottak. A növények olyan lények, akikben van élettelen ásvány, de ez aztán meg van elevenítve azzal, hogy élet hatja át. Ez az érzék feletti élet hatja át. Az állatok azonban nem csak ezzel rendelkeznek, ők nem csak élnek, hanem még lelki életük is van, éreznek, akarnak, vágyaik, ösztöneik vannak, gondolkodnak is tulajdonképpen, csak nem olyan magas szinten, mint az ember. Tehát ezeknek valami lelki élete is van. A
természettudomány erre azt mondja, hogy hát igen, az evolúció során olyan génmutációk történtek a bizonyos lényeknél, hogy azok egyszer, hogy már nem csak hogy éltek, hanem egyszer csak elkezdtek érezni, akarni, gondolkodni, egyszer csak vágyaik, ösztöneik támadtak. Szerintem ez egy elég lehetetlen elképzelés, ezért aztán inkább fogadom el az antropozófia álláspontját, amely azt mondja, hogy itt megint csak valami plusz hozzájött a növényhez képest az állathoz. És ez pedig a lélek. Tehát az állat nem csak, hogy egy érzék feletti élettel rendelkezik, hanem egy érzék feletti lélekkel is. Ez a lélek érzékszervekkel, tehát ezekkel az öt érzékszervünkkel nem érzékelhető, viszont szellemi látással, amivel például Rudolf Steiner rendelkezett, ő magas szinten látta ezt, ezért tudunk most erről beszélni. Tehát a természet világában olyan lényeket látunk, amelyeknek vannak érzék feletti testeik. A növényeknek egyféle ilyen érzék feletti része van, ez az élet. És ez mivel hogy egy testet formál a növények körül, ezt az antropozófia úgy nevezi, hogy élettest. Az állatoknak nem csak életteste van, nem csak egy formája van ennek az életnek, hanem van még lelki világuk is, egy lelki testük, amit asztráltestnek szoktak nevezni, és ez az asztráltest tartja fenn az állatok lelki életét. Abban a pillanatban, hogy az állat elalszik, ez a lélek kiemelkedik. Tulajdonképpen amikor a lélek kiemelkedik, akkor következik be az alvás az állatnál is, és ekkor, amikor alszik az állat, nem is látjuk, hogy az állat érezne, akarna, gondolkodna. Ilyenkor lényegében egy kicsit növényi szintre süllyed az állat, mert ugye a lelki lénytagja kiemelkedik legalábbis részben a testéből. Az embernél is hasonlóan van egyébként, amikor elalszunk, akkor a mi lelkünk is kiemelkedik a testből, és ezért van az, hogy éjszaka nem gondolkodunk, nem tudjuk, hogy éreznénk, vagy akarnánk valamit. Egyszerűen olyan, csak az élet működik bennünk. És amikor már az élet is kiemelkedik a testből, akkor következik be a halál. Tehát ilyen egyszerű dolgok a magyarázatai az ilyen nagy dolgoknak, hogy halál, meg alvás, meg ébrenlét. Tehát nem olyan, és azt gondolom, hogy ez az ember számára józan észre is abszolút belátható, akár mindenki számára is, csak hát ugye az ember már gyerekkorától olyan neveltetésben részesül, az iskolában is olyan tanokat kell befogadnia, amelyek alapján erre nem jön rá, illetve hogyha most felnőtt korában találkozik vele, akkor lehet, hogy azok a tanok már olyan mértékben belévódtak, hogy egyszerűen nem képes azoktól megszabadulni, és azt mondja, hogy hát ez hülyeség. Ez nem igaz, biztos, hogy a természettudománynak van igaza, hiszen ott rengeteg tudós egyértelműen azt állítja, hogy az anyagból keletkezett minden, az élettelen anyag egyszer csak úgy gondoltam, hogy puf, élő leszek, vagy egyszerűen lelki lény leszek, és akkor így fejlődött ki a milliárdszor, milliárdos, trilliószor, trilliónyi véletlen következtőben, ami valójában viszont lehetetlenség. Tehát tulajdonképpen képtelenségeket tanítanak az iskolában az evolúcióról, az élet keletkezéséről. Az antropozófia tehát ilyen alapokon áll, és ezek elég fontos tények is, ugyanis amikor a táplálkozást, meg egyáltalán a tudatfejlődést meg akarjuk érteni, akkor ezekre a fogalmakra szükségünk is van, ugyanis mivel hogy az ember egy érzéki plusz három érzék feletti lénytaggal rendelkező lény, ezért aztán csak úgy értjük meg igazából a táplálékok hatását is, hogyha ezeket is értjük. De még az embernek a negyedik lénytagáról nem is beszéltem, ugye, mert az ember nem állat. Az ásványok élettelenek, van fizikai testük. A növények fizikai testtel és élettel rendelkeznek, tehát ők két részből állnak. Aztán ott vannak az állatok, ők állnak egy élettelen ásványi részből, amit meg élővé tesz ez az érzék feletti élettestük, illetve
lelkiség hatja. Hát ezért ők éreznek, gondolkodnak, akarnak is. Az emberben is megvan mindaz, ami az állatokban, azonban az ember mégsem állat, ahogy ezt esetleg a természettudósok állítják. Az ember rendelkezik még valami plusszal is az állatvilághoz képest, ez pedig lényegében úgy mondhatjuk, hogy én. Az ember rendelkezik énnel is. Ez tulajdonképpen az állatok nem tudják önmagukra gondolni, mondani, hogy én vagyok. Az, hogy én, amikor azt mondom magamra, hogy én vagyok, meg mindenki más is csak önmagára vonatkozóan mondhatja azt, hogy én vagyok, akkor tulajdonképpen önmagát nevezi meg az a lény. De ilyen nem fordul elő sehol máshol, se a növényvilágban, se az ásványvilágban, se a természeti világ, vagy az állatvilágban. Mert ez az én vagyok, ez valami nem lelki dolog, meg nem is élő, meg nem is ásványi, fizikai, hanem ez az a szellemi, amivel az állatok nem rendelkeznek. Tehát az ember rendelkezik fizikai, élő, lelki és szellemi résszel, és ez a szellemi alapvetően legelőször egy énként nyilvánul meg az emberben. Ez az én az, aki a lelket használja arra, hogy gondolkodjon, érezzen, akarom, illetve hogy olyan szellemi fejlődésen menjen keresztül, hogy az önzését levesse és önzetlenné váljon. Tehát ezek az impulzusok, ezek az énből fakadnak. Az állatok csak arról képesek gondolkodni, ami éppen a pillanatnyi élményeik. Tehát amit látnak maguk körül, amit éreznek magukban. Az ember viszont, mivel énnel rendelkezik, képes olyasmiről is gondolkodni, meg olyasmi után kérdezni, meg olyasmi után érdeklődni, ami nincsen most a szeme előtt, és nincsen most esetleg a lelkébe. Tehát az embernek egy annyira kitágított léte van az állatvilág lényeihez képest, ami egészen csodálatos, és tulajdonképpen, ha valaki úgy tájékozódik mondjuk, hogy mire képesek az állatok, vagy mire képes az ember, akkor azért el kellene gondolkodnia rajta, hogy hát akkor tényleg az ember valami plusszal rendelkezik ő hozzájuk képest, és nem csak valami olyasmivel, hogy nála esetleg valami jobban kifejlődött, mint az állatvilágban. Tehát nem arról van szó, hogy az ember esetleg azért gondolkodik szélesebb körűen, azért beszél, azért jár egyenes gerincsel, mert az állatvilágnak bizonyos képességeit jobban, tökéletesebbé tette, jobbá tette, hanem azért, mert az emberben van egy felegyenesítő erő, és ez a szellem, és ez az az én, amit mindenki önmagára csak úgy használhat, hogy én vagyok. Ezt azért fontos megjegyezni, mert az egész fejlődés, emberi fejlődés nem is létezhetne, ha nem volna én. Tehát a növények és az állatok nem képesek fejlődni olyan értelemben, ahogy erre az ember képes. Mivel csak olyan lény képes fejlődni, akinek van szelleme. Akinek csak az állatoknak, például a kutyának, macskának, ezeknek csak lelkük van, amivel tudnak gondolkodni, érezni, akarni, de igazából fejlődni nem képesek. Minden macska ugyanazt teszi, minden kutya ugyanazt teszi nagyjából, ugyanazok a vágyai, nem képesek egyre magasabbra fejlődni, egyre magasabbra törni, nem képesek olyasmit foglalkozni, ami nincsen a pillanatnyi látókörükben. És ez abból fakad, hogy nincsen szellemük. Tehát a szellem az emberben és az állatban viszont nincs benne a szellem. Ez egy nagyon fontos dolog, és ezzel lehet megmagyarázni azt is, ami szintén nem egy közkeletű tanítás, hogy az ember ismétlődő újratestesüléseken megy keresztül. Ezek az ismétlődő újratestesülések ugyanis abból fakadnak, hogy az ember énnel rendelkezik. Tulajdonképpen az ember szellemi lénye az, amely ismétlődő újratestesülések. Nek van alávetve. Az ember
Nek ez a szellemi lényét azonban eléggé nehéz úgy, úgy megérteni, hogy amilyen valójában, ugyanis tulajdonképpen kettőjéről kellene beszélnünk minden embernél. Tehát ezt úgy kell elképzelni, ezt a szellemet az emberben, mint egy isteni szikra. Ezt az isteni szikrát egyszer megkaptuk, erről tulajdonképpen ír a Biblia is, ott a legelején, és ez az isteni szikra énként működik most az emberben. De ez az isteni szikra, vagy ez a magasabb én, ez nem jelenik meg teljes egészében most én bennem, illetve bárkiben, mert ez egy szellemi, isteni valami, tehát tulajdonképpen egy isteni csepp bennünk, aki arra van számva, hogy fejlődjön, hogy egyre magasabb, egyre gazdagabbá tegye lelki és szellemi világát, saját szellemi világát. És ezt úgy tudja megtenni, hogy ilyen ismétlődő újratestesüléseken megy keresztül, mindig másik-más tájon születik meg, esetleg egyszer férfiként, egyszer nőként, egyszer orvos lesz, egyszer bányász, máskor katona, tehát ez nagyon változó. És mindig tovább viszi mindazt, amit egy életben szerez. De ezt az egy életet, minden egyes életet azt úgy kell elképzelni, hogy van ez az isteni cseppünk, és ő alá van vetve az ismétlődő újratestesüléseknek. Ezek az ismétlődő újratestesülések úgy zajlanak, hogy a lélek, vagy a magasabb én pontosabban, kikeresi magának azokat a szülőket, akinél esetleg majd olyan sorsot élhet, olyan körülmények között élhet, ami az ő fejlődéséhez a legmegfelelőbb lesz. Tehát a lélek, vagy a magasabb én, ez az isteni szellemi csepp, amely, aki le akar születni, hogy fejlődjön, az megkeresi a megfelelő szülőket, szülőpárt, össze is vezeti esetleg őket, a gyermek megfogan, és abban az embrióban, vagy magzatban, ott az anyahasában már is dolgozni kezd ez az én, hogy majd olyanná alakíthassa azt a testet, ami majd az ő fejlődéséhez megfelel. Persze ezt más szellemi lények segítségével teszi. És amikor megszületik az ember, akkor még nem is tudja mondani magára azt, hogy én. Viszont nagyjából 2-3 éves korában már tudja, ami azt jelzi, hogy ez az én megszületett benne, és már tudja, hogy én vagyok. De az érdekes ebben az egészben, hogy ez nem a magasabb én, aki ott megnevezi magát. Tehát amikor én azt mondom, hogy én Gellért Ferenc vagyok, Én először kimondtam magamra, hogy én ezt akarom, én enni akarok, éhes vagyok, stb. Akkor valójában nem a magasabb énem szólalt meg közvetlenül bennem, hanem a magasabb énemnek a testben kialakult képmása. Tulajdonképpen a magasabb énem alá van vetve, hogy inkarnálódjon, de ezt nem tudja teljesen megtenni egy fizikai testben, ezért abban a testben kialakít magáról egy képet, és ezt nevezi mindenki úgy, hogy én vagyok, én Gellért Ferenc vagyok, ezt szeretem, azt szeretem, stb. De hogyha aztán egy másik inkarnációba kerülök, akkor megint egy más néven fogok szerepelni, John Smith leszek, vagy bármi, és akkor meg egészen más fog érdekelni, mert addigra már más a fejlődésem vonala. Ez azért fontos, mert tulajdonképpen amikor a táplálkozás fejlődéséről beszélünk, illetve a tudatfejlődésről, akkor azt is figyelembe kell venni, hogy tulajdonképpen mi már évezredek óta ilyen ismétlődő újratestesüléseken megyünk keresztül, így aztán amikor a tudatfejlődés különféle állapotairól beszélünk, vagy arról, hogy az emberiség egy bizonyos korban egy bizonyos étrendet követett, akkor valójában saját magunkkal is beszélünk. Nem azokról a személyiségekről, hanem annak a magasabb énnek a különféle inkarnációiról, földi megtestesüléseiről,
hogy először egy olyan inkarnációban éltünk, amikor még nyersétkezők voltunk, aztán később már lettünk olyat is, ami főtt volt, vagy bármi, majd ezt később még megemlítem. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy a halállal nem szűnik meg semmi, a születéssel nem kezdődik el semmi, illetve elkezdődik a földi élet, illetve befejeződik egy földi élet, de valójában nem egy megsemmisülés a halál, és nem egy abszolút kezdet a születés, mert vannak előzményei. És ezekből az előzményekből magyarázható meg az is, hogy valaki miért gazdag most, vagy miért betegesebb, mint egy másik társa. Miért van az, hogy egy gazdag ember esetleg gátlástalan, önző, és miért van az, hogy egy jó ember szegénységben kell, hogy éljen. Ez az előző életekből fakad, illetve sokszor a lélek, illetve ez a magasabb én szeretné megtapasztalni azokat az élményeket, ami egy szegény élet, vagy egy bányász élet, vagy egy orvosi élet, vagy egy menedzser, vagy egy gazdag. Egy gazdag lehet, hogy azért gazdag, hogy megtanulhassa a földi életében azt, hogy hogyan lehet önzetlen. Egy szegénynél ez nem ez a fő feladata, vagy nem ez a fő dolog, amit esetleg meg akar tanulni, hanem valami egészen más dolog. Erről talán inkább többet nem beszélnék. Tehát az a lényeg, hogy a reinkarnáció, ez az ismétlődő újratestesülések sora is, az ember tudat fejlődését szolgálja. Tehát minden fejlődés érdekében van itt, tulajdonképpen az antropozófia az számomra a fejlődés tudománya, mert elmondja, hogy mi a földi élet értelme, hogyan zajlik ez a fejlődés, hogy van teremtés is, vannak isteni lények is, de van ugyanakkor anyagi világ is, és van evolúció is, és ugyanakkor ezt az evolúciót az isteni lények tartják fönn. Ha ők nem tartanák fönn, akkor nem lenne az, hogy az ember fejlődik, nem alakultak volna ki az állatok, növények, a növények akkor most tavasszal nem növekednének ki a földből, stb. Stb. Tehát ez a teremtés, ez minden évben mindig folyamatosan zajlik. És amikor az előbb a kozmikus táplálkozásról beszéltem, tulajdonképpen az is folyton ebből az isteni kegyelemből történik, és hát ez egy jelentős mértékben fontos is, mert hogyha ez a kozmikus táplálkozás nem volna, akkor pusztán ezekből a földi anyagokból nem épülne fel a testünk. De ez egy elég bonyolult dolog, a könyv legvégén van szó, talán 30 oldalon, erről a kozmikus táplálkozásról. Hát közben is van egy kevés, de igazából ott magyarázom meg, Rudolf Steiner tanításai nyomán, de ez az a gyanúm, hogy nagyon sokan azt mondják, hogy hú, ezt nem értik majd. Eléggé bonyolult dolog. Tehát akkor most jöjjön ami a lényeg a könyvnek, hogy így a táplálkozás is van ebben, nem csak tudatfejlődés. Bár egyébként ez úgy íródott, hogy tulajdonképpen azzal kezdem a könyvet is, hogy a táplálkozás valójában a tudatfejlődés érdekében zajlik. Tehát nem azért táplálkozunk, hogy egészségesek legyünk, nem azért élünk a Földön, hogy boldogok legyünk, hanem azért táplálkozunk és azért élünk a Földön, hogy fejlődésen menjünk keresztül. Hozzájöhet ehhez még a boldogság is, de alapvetően nem azért inkarnálódunk, nem azért jövünk a Földre, hanem azért, hogy fejlődjünk. Aki a legelvetemültebb gonosztevő, az is azért jött a Földre, hogy fejlődjön, legfőjebb neki ez kevésbé sikerül, mint esetleg az átlag embernek. És ilyen alapon az antropozófia révén mindjárt meg is érthetjük, hogy a fejlődés a lényeg, és hogyha ezt így mélyen magunkba szívjuk, akkor nem csak, hogy ezeket a gondolatokat fogjuk tudni, amit elmondtam, hanem annyira átalakul a gondolkodásunk és érzésvilágunk, hogy egészen másképp tekintünk a dolgokra, a halálra, a születésre, a gyereknevelésre, a gyógyulásra, a betegségre, az egészségre, hiszen mindez nem csak azzal függ össze, ami most vagyunk, vagy amit most mi a szüleinktől örököltünk, hanem ez például az előző inkarnációinktól is függ.
Ha előző életeimben nagyon gonosztevő vagy nagyon kicsapongó életet éltem, akkor annak meg lesznek a következménye ebben az életben. Lehet, hogy nem én éltem, tehát lehet, hogy azt ott tudom én, Amerikában voltam egy cowboy, és ott embereket öltem, de most annak a cowboynak az élete is valamiképpen befolyásolja az én Gellért Ferencként élt életemet, és ennek a következményeit esetleg betegségekben, illetve más sorskörülményekben meg kell, hogy tapasztaljam. Tehát minden tulajdonképpen mindjárt érthetőbbé válik, hogyha az ember ilyen érzékfeletti tanításokat, amit Rudolf Steiner adott számunkra, be tud fogadni. Ehhez persze tényleg kell egyfajta nyitottság, hiszen ez olyasmi, hogy ezt nem lehet erőltetni az emberre, tehát ha valaki számára a materialista világszemlélet az igaznak tűnő, akkor azt kell, hogy kövesse. De ettől én még azt gondolom, hogy ez lehet az igazi, nem az, amit a természettudomány vagy a materializmus mond erről nekünk. Tehát a tudatállapot folyamatosan változik a fejlődés következtében. Tulajdonképpen az isteni világrend, akik minket megteremtettek, azok az isteni lények, akik ezt az ént belecsepegtették ebbe a hármas testbe, ebbe a fizikai testbe, élettestbe, meg lélektestbe, hogy ez a szellemként itt működhessen és fejleszthesse a lelket, meg a szellemet, hogy szellemileg egyre gazdagodhasson. Ezek az isteni lények azért helyezték, vagy azért rendezték így, hogy egyre magasabb szintre fejlődhessünk, és lassan egyre tökéletesebb emberré válhassunk. Tehát van értelme minden ember életének, mégpedig az, hogy minden egyes földi élete alatt olyan élményeken menjen keresztül, ami által ez a magasabb én majd a halál után, a földi élet feldolgozása során egyre inkább gazdagodik és szellemileg gyarapodik. És így akkor a következő életünkre talán már nem egy beteges lényként fogunk megszületni, nem olyan hajlamokkal fogunk megszületni, hogy bizonyos betegségekre való hajlamaink legyenek, hanem esetleg ezek a hajlamok már nem lesznek bennünk, mert lelkileg már bizonyos területeket olyan mértékben jóvá alakítottunk magunkban, hogy már nem szükséges, hogy betegségeken menjünk keresztül. A betegségek ugyanis részben hozzájárulnak a lelki fejlődéshez. Ha legyőzzük itt a földi életben a betegséget, akkor az már most ebben az életben hasznomra válik. Ha viszont esetleg belehalok, vagy nem győzöm le, de esetleg másba halok meg, akkor is, mivel hogy átéltem lélekként azt a betegséget, ez a betegség a szellem cseppen, de amikor feldolgozom ezt ez a legutóbbi földi életemet, akkor ez egy fejlődési lépcsővé válhat, tehát egyel előrébb léphetek lelkileg. Pusztán azért, mert ezek a betegségek olyan más állapotot képviselnek az emberben, amiknek vannak bizonyos lelki-szellemi megfelelői, és ezek aztán, amikor meghalunk és a szellemi világban feldolgozzuk a legutóbbi földi életünket, akkor tulajdonképpen ezeket mi magunkba építjük, vagy nem is tudom, átalakítjuk lelki szintűvé, tehát a testi betegségek is lelki gyarapodássá válnak. Tehát a betegségeinknek is van értelme. Tehát jó, hogyha elkerüljük és vigyázunk magunkra, meg hogyha nem vagyunk betegek, de ha esetleg mégis betegek vagyunk, vagy valamilyen rendellenesség van nálunk, annak azért megvannak a mélyebb gyökerei, amit azért elég nehéz szellemi látás nélkül ismerni. Rudolf Steiner nagyon magas szintű szellemi látással rendelkezett, tehát ő belelátott az emberi lelkekbe. Ő képes volt arra, hogy egy hidrokefáliával, tehát egy vízfejűséggel rendelkező gyereknél volt házi tanító, és rendszeresen járt egy időben, talán nem tudom, egy-két évig ahhoz a gyerekhez, és
mivel hogy ő belelátott ennek a gyereknek a lelkébe, és tudta, látta, hogy mire van szüksége, amikor neveli, ezért az ő nevelésének hatására ez a vízfejűség visszafejlődött, sőt a gyerek annyira megokosodott, hogy később katonaorvos lett, és hát később ugyan az a háborúban halt meg, az első világháborúban. Tehát ilyen dolgokra lehet képes az ember, hogyha olyan képességekkel rendelkezik, mint amilyennel Rudolf Steiner rendelkezett. Tehát ugye az antropozófiának vannak különféle, nem csak ilyen tanításai vannak, hiszen van például a Waldorf pedagógia, az ilyen gyógypedagógiai irányzat is van, antropozófus gyógyászat, és még ezer ilyen apró dolog. Rudolf Steiner tanított fizikusokat, festőket, zenészeket, orvosokat. Tehát annak ellenére, hogy Rudolf Steiner nem volt orvosi végzettsége, nem volt pedagógiai végzettsége, mégis tudott olyan tanokat adni ezeknek a tanítóknak, pedagógusoknak, vagy orvosoknak, vagy egyébként mindenféle embernek, hogy az valami egészen új volt, és nem is nem véletlen, hogy Rudolf Steinert például az egyik tanítványa úgy nevezte, hogy a két lábon járó egyetem. Igazából ez azért van, mert ő tényleg annyira belelátotta a dolgok mögé, hogy igazából nem is könyvekből kellett megtanulnia, hogy orvosilag mit kell tenni az emberrel, vagy pedagógiailag mit kell adni a gyereknek, hanem ő belelátott az ember lelkébe, látta, hogy egy betegnek mire van szüksége, látta, hogy egy, tehát Rudolf Steiner látta az ember lelkét, szellemét és élettestét, de látta a növények élettestét is, és látta, hogy bizonyos növények életteste esetleg, hogyha megeszi, vagy gyógyszerként beadják neki, akkor ez az ő élettestére, vagy egyáltalán az ő lelki, szellemi életére úgy fog hatni, hogy esetleg az a betegség, amit szintén látott, az meg fog gyógyulni ettől. Tehát így alakult ki az antropozófus gyógyászat, Waldorf pedagógia, de tulajdonképpen nagyon sok mindenből, nagyon sok területen működött, Makovec Imre építészete is táplálkozott ebből az impulzusból, hiszen Rudolf Steiner épületeket is tervezett, az organikus építészet területén elég jelentős alkotásai voltak, festett szobra is van, tehát nagyon sok mindenről beszélt, táplálkozásról is beszélt, paleontológiában is lehetne hasznosítani a tanítását, tehát minden területen. Ugyanakkor, mivel hogy olyan dolgokat is mondott, ami a halál utáni életre vonatkozik, vagy a születés előtti, vagy esetleg az isteni világra vonatkozik, vagy esetleg magyarázta, hogy Krisztus élete hogyan zajlott, mert ő azt is jobban látta, mint ahogy, tehát részletesebben leírta, mint ahogy az a Bibliában áll. Ezért aztán sokan azt mondják, hogy hát ez az antropozófia, hát akkor ez vallás biztos. Azonban, hogyha egy kicsit jobban belegondolunk, mégsem az, hiszen ez egy megismerési út. Tehát, hogyha Rudolf Steiner tényleg látta ezeket a dolgokat, akkor ő ezt nem kitalálta, nem fantáziálta, hanem ugyanúgy érzékelte, ahogy mi itt érzékelünk színeket. Ő nem ezeket az érzéki színeket érzékelte, hanem észlelt valami mást, amire még az emberek többsége nem képes. De Rudolf Steiner azt mondta, hogy tulajdonképpen erre is képesek leszünk, így aztán adott gyakorlatokat is, és így fejleszthetjük magunkat, és saját megismerési képességeinket iskolázhatjuk olyan irányba, amilyen képességekkel egyébként ő rendelkezett. Tehát a tudatfejlődés itt a lényeg a földi életben, és ezt a reinkarnáció szolgálja, ami egyébként nem működne, hogyha az embernek nem volna egy magasabb énje, illetve nem volna minden életünkben a magasabb énnek egy földi képmása, akit mi úgy nevezünk, ahogy mi magunkat nevezzük, hogy én ilyen vagyok, én Gellért Ferenc vagyok, ez érdekel, az nem érdekel, ez tetszik, az nem tetszik. Ez a magasabb énnek az elejéből létezik, de nem teljesen, csak ebből. Tehát az ember például nem csak ebből az isteni jóságból létesült szellemileg, hogy én vagyok,
Mert hogyha csak ez volna bennünk, és egyébként semmi más nem hatra erre az éle, akkor folyton csak jót cselekednénk, csak az szép érdekelne, a világban nem lenne háború, nem lenne betegség, stb. Csak hogy Isten úgy teremtette a világot, illetve ezek az isteni lények, vagy szellemi lények úgy teremtették meg az embert, hogy az ember fejlődhessen. De az ember úgy nem fejlődhetett volna, hogyha csak a jóságban él. Hát akkor csak folyton a jót követte volna, és akkor nem magától tette volna a jót, hanem azért, mert az Istenektől ezt látja, és akkor így kell csinálni. Az Istenek azonban úgy gondolták, hogy az ember egy olyan lény legyen, aki képes önmagától a jót választani, ehhez viszont az kellett, hogy megismertessék a rosszal. Erről szintén ott van a Biblia, amikor a kígyó vagy Lucifer megkísérti az embert, és ott az történik valójában, hogy ott tulajdonképpen ilyen kép, imaginatív képekben le van írva, hogy az ember miként találkozott először ezzel a rosszal. De ez a rossz tehát szükséges a fejlődésünkhöz, hiszen az ember megkapta a gondolkodás képességét, és a gondolkodás olyasmi, amivel meg tudjuk különböztetni a jót a rossztól. És ez van leírva ott a megkísértésnél, amikor Lucifer arra kéri Évát, vagyis az embert, az embernek egyik női tagját, hogy egyen a jó és rossz tudás fájának gyümölcséről, vagy fájáról egy gyümölcsöt. És itt tulajdonképpen eszik erről a fáról, vagyis tulajdonképpen belekerül ez a luciferi lényszerűség minden egyes emberbe. Tulajdonképpen ott a Biblia úgy írja, mintha ez valami külső történés lett volna, de valóságban ez képletesen van itt megfogalmazva. Így Rudolf Steiner ezt nagyon pontosan látta. Minden ember azóta ezzel a luciferi jó és rossz tudással rendelkezik. Tehát meg tudja különböztetni a jót a rossztól. Ez erre nagyon fontos, hogy így most ezzel a képességgel rendelkezünk. Ettől válhatunk ugyan gonoszszá, ettől válhatunk önzővé, ettől gyilkolásszák egymást az emberek, ezért harácsolják maguknak a pénzt, stb. De valójában ezt azért adták nekünk, ezt a lehetőséget, hogy ilyen gonoszságba, csúfságba vagy rosszaságba menjünk, hogy egyre magasabbra fejlődjünk. Ugyanis az egy fejlődés, hogyha az ember választhatná a rosszat, de mégsem a rosszat választja, hanem a jót. És tulajdonképpen a fejlődésünk ebből áll, hogy mindig ott a kísértés, hogy válasszuk azt, ami könnyű, ami önzés, tulajdonképpen ami hazugság, ami irigység, a féltékenység, vagy bármi, ami negatívum. De választhatjuk a jót is. És tulajdonképpen, ha jót választjuk, akkor már egy lépést tettünk a fejlődésünkben. A fejlődés egyébként nagyon sok szempontból tárgyalható. Igazából a könyvben nagyon sokat beszélek is erről, szerintem sokszor valóban elég nehezen is érthető, de nem csak azért, mert esetleg nem fogalmaztam olyan szépen, hanem inkább azért, mert a maga a tények is annyira bonyolultak, hogy ha olyan szerteágazóan szeretnénk látni az egészet, akkor ez csak bonyolultan írható le, mert az egész nagyon sokrétű és sok szempontból lehet megvizsgálni ugyanazt a fejlődési tényt, és ha mindent együtt látunk, akkor azt látjuk, hogy hát milyen csodálatos a világ, és milyen jó, hogy itt élünk, és milyen jó, hogy mi emberként élhetünk, és hogy van egy énünk, aki reinkarnálódik, és fejlődhetünk, és most már én tudatosak vagyunk, mert ez az én tudat egyébként néhány száz éve még sokkal alacsonyabb szinten állt, mint most. Például a görögök idején még Arisztotelés is beszélt arról, hogy az Istenek gondolkodnak rajta keresztül. Ma már ilyet nem tapasztalunk, ma már minden ember azt gondolja, hogy én gondolkodom, és az Istenek már nem gondolnak bennünk. De valamikor tényleg így volt, hogy minden ember érezte, hogy tulajdonképpen a gondolatait
Nem is én gondolom ki, hanem az Istenek adják. De ehhez képest mi most már ott tartunk, hogy most már mi gondoljuk a gondolatainkat, és ez egy eléggé jelentős fegyvertény. De aztán korábban még más tudatállapot volt, mert még láttuk például a növények auráját a természetben. Láttuk, hogy ott különféle lények dolgoznak a természetben, hogy a növények növekedhessenek. Látták az emberek, hogy vannak bizonyos lények, amelyek a földben élnek, ezeket elnevezték koboldoknak, manóknak, vagy törpéknek. Látták bizonyos más lényeket, hogy a levegőben vagy a vízben dolgoznak, és hogy ők alakítják ki, hogy ők áramoltatják tulajdonképpen a növényekben a vizet. Hogy ők szállítják a levegőt oda köré, a növények köré. Ezek voltak a levegő, illetve a víz tündérei, vagy sellők, stb. Aztán voltak még a szalamanderek, ezek a hőlényei. De előtte meg megint más tudatállapotunk volt. Akkor még az angyalokat, meg az arkangyalokat, meg az isteni lényeket láttuk. Tehát a tudatfejlődésünk egy olyan állapotban volt, halad egy más állapot felé, ahol a kezdetnél valamiféle isteni léttel való kapcsolat, egy erős kapcsolat van, aztán ez fokozatosan egyre halványul, egyre kevesebbet látjuk az isteni lényeket, inkarnációra csökken az a képességünk, hogy velük legyünk, vagy hogy az ő inspirációikat lássuk. Tehát az Istenek azt akarták, hogy ez pontosan így történjen, hogy az ember egyre önállóbbá váljon, és hogy tényleg most már saját magától dönts el, hogy mi a jó és mi a rossz, és melyiket akarja követni. Az emberre azt akarják elérni, hogy az ember magától legyen jó, magától legyen szabad. Szabadságra vagyunk rendelve, és ezt úgy érik el, hogy megadták a jó és a rossz tudását. Választhatom szabadon a jót, vagy a rosszat is akár, és ezáltal tudom én önmagamat egyre magasabb szintre fejleszteni inkarnációról inkarnációra. És ebben a fejlődésben, hogy az először csak az isteneket, meg az isteni impulzusokat láttam, illetve annak hatása alatt éltem, most viszont már egyáltalán azt mondja az emberek többsége, hogy én csak a fizikai érzéki világot látom, csak ezekkel a fizikai érzékszervekkel rendelkezem, ezekről tudok gondolkodni. Így aztán most azt mondjuk, hogy nincs Isten. Nagyon sokan azt gondolják, ateistaként, materialistaként, hogy minden az anyagból fakad. De ez tulajdonképpen csak azért van, mert elvesztettük azokat az érzékfeletti képességeinket, amivel még az Istenek világát láttuk, vagy legalább a természet világát láttuk az érzék feletti működésben. Ez azonban meg fog változni a jövőben, hogyha tovább fejlődünk. Ugyanis a fejlődés íve az olyan, hogy most ugye lejutottunk ide az anyagi síkra, és mi most azt látjuk, ami fizikai, de valamikor láttunk sokkal többet is, és tulajdonképpen Rudolf Steiner azért adta most a 20. század elején az emberiségnek az antropozófiát, hogy ezt az érzékfeletti világot most először beszél nekünk róla, és ezáltal befogadjuk gondolatilag, és ez előkészít minket arra, hogy majd vagy a jelenlegi életben, vagy inkább legfőképpen majd valamelyik következő életben mi is képesek leszünk egyre magasabb szinten látni ismét a természet lényeinek az érzékfeletti részét, mi is bele fogunk látni a lelkekbe, nem fognak semmit eltitkolni az emberek előttünk, mert látni fogjuk, hogy mit gondolnak, mit éreznek. Látni fogjuk, hogy az egyes növénynek, hogy milyen az életvilága, és ez alapján lehet majd gyógyító szubstanciákat kifejleszteni egyes betegségekre, ami akkor is lesz. Majd pedig eljutunk egy olyan szintre, amikor már ismét az isteneket látjuk, viszont addigra mi már szabad lényekként ott leszünk az istenek mellett, és nem azt fogjuk követni, amit ők akarnak, mint jóságot, mert közben mi itt a fejlődés során megtanuljuk magunktól, hogy mi a jó és mi a rossz. Tehát ez a földi fejlődés értelme tulajdonképpen, hogy inkarnációra meg tudjuk különböztetni a jót a rossztól, és azáltal, hogy meg tudjuk különböztetni a jót a rossztól, már is szabadon tudunk dönteni a jóság mellett.
Igen, Isten nem azt akarta, hogy azért válaszza jót, mert én rád kényszerítem, vagy rád, az neked ez szükségszerű, hanem azt akarja, hogy magadtól jöjj rá, hogy mi a jó, és azután pedig tedd magadtól, hogy mi a jó. És ezt fogjuk tenni majd a földi élet végén. Így aztán elérjük azt a szintet, amit el kell érnünk a föld fejlődés végén. Valószínűleg nem fogja minden ember elérni ezt a szintet egyébként, de azért is van itt az antropozófia, meg én is azért írtam például ezt a könyvet, hogy minél több ember találkozhasson ezekkel a tanokkal már most, és hozzájáruljon ez valamiképpen mindenkinek, aki ezt olvassa a fejlődéséhez. A fejlődés azonban ugye a táplálkozással is összefügg. Legelőször ugye a csecsemő mit eszik? Csak tejet szopik, és ez azért van, mert a tej az egy olyan szubstancia, ami a földi életre harmonizál. Tehát nem csak a gyerek testi életét szolgálja, hogy tejet igyon legelőször, néhány hónapig esetleg, hanem valójában ez segíti a harmonikus, megfelelő lelki-szellemi lényének a fizikai testbe kerülését is. Tehát ha a gyermek nem ehetne, vagy nem ihatna anyatejet csecsemőkorában, akkor valószínűleg abban az életében nem úgy foglalná el a lélek és a szellem a testben a helyet, ami a legideálisabb az ő fejlődése számára. Tehát valószínűleg nem érezné otthon magát eléggé jól a Földön, lehet, hogy akarat gyenge is lenne, valószínűleg gyengébben menne neki a tanulás, stb. Tehát az élet elején nagyon fontos, hogy tejet igyon az ember. Aztán mit látunk a gyerek, amikor már kicsit cseperedik, akkor adnak neki már mondjuk gyümölcsfépet, később esetleg kásákat is. Mindenesetre az nagyon érdekes, hogy legelőször csak tejet eszünk, aztán utána már előfordul, hogy növényi szubstanciákat is kevernek a gyerek ételébe, és csak utána jön egy idő után, hogy esetleg húst is megemészszem. Tehát az embernek nem jut eszébe, hogy mindjárt, amikor még a gyerek szopít, már is húst adjon neki, hiszen arra még nem érett a gyerek. Ez tehát egy fejlődési vonalat jelent, hogy ahogy a tudatállapota a csecsemőnek még nagyon hasonlít az emberiség egy korai tudatállapotára, úgy ennek megfelelően is kell létkeznie. És valójában a Rudolf Steiner le is írja, hogy az emberiség kezdetben semmi más nem evett, csak tejtermékeket. Tehát a legelőször, amikor húsvér testben megjelentünk a Földön, akkor valójában mi tejet ettünk csak egész életünkben. Ez mondjuk csak egy-két inkarnáció lehetett szerintem, de ezt így részletesebben nem mondja el. Mindenesetre a mostani egyedi életünkben tulajdonképpen azt tükröződik, ami az emberiség korábbi fejlődési állapotában megvolt. Tehát ami a mi életünk elején ott van, az volt az emberiség életének kezdetén is, illetve a legelső földi inkarnációink kezdetén. Tehát legelőször mi is csak nyers tejet, illetve tejtermékeket fogyasztottunk, és beleláttunk az isteni világba. És valójában a csecsemő is látja ezt az isteni világot, igaz, hogy talán nem olyan magas szinten, mint akkoriban mi láttuk, de az a lényeg, hogy ezt ugyanúgy leképezi a mostani földi élet során, és amíg nem tud beszélni, amíg nincsen én tudata, hogy azt mondja, hogy én, addig elég magas szinten belelát ebbe az érzék feletti világba. Tulajdonképpen, amikor az fizikai világra tekint, akkor látja valószínűleg az auráinkat is, meg egyáltalán a lelki lényünket. Igazából az első szavakat hogyan jegyzi meg a gyerek, hogy mit jelent az első szó. Hát ő tulajdonképpen ezt szellemileg érzékeli, hogy mit akarunk mondani. Tehát nem csak a szavakat érti meg, hanem egyáltalán a mögötte lévő szándékot is látja.
Ebből az időszakból, és még később, 7 éves korig nagyjából néha bizonyos gyerekeknél meg is marad ez, hogy mesél valami fura dolgot, amit a szülők nem értenek, de az valójában azért van, mert az az érzék feletti világról szól, tehát ő még lehet, hogy ott még 7 éves koráig még lát. És ez azért van, mert tulajdonképpen leképezzük az emberiség fejlődésének az ívét, tehát valójában tényleg így volt az emberiségben, hogy először tejet fogyasztottunk, aztán volt, hogy a nyers tej mellett már nyers növényeket is fogyasztottunk, aztán ahogy ezeket fogyasztottuk, egyre halványodott az a képességünk, hogy az isteni világgal meglegyen ez a szoros kapcsolatunk, hogy lássuk az isteneket, meg egyáltalán velük éljünk. Később már éppen csak láttuk, aztán már nem is láttuk őket, már csak a természet szellemeket, és aztán most meg már nem látunk semmit. És ez a gyereknél is így fokozatosan alakul, miközben felnőtté válik, hogy először még belelát a szellemi világba, de akkor még nem tud erről beszélni. Később, amikor viszont már megjelenik az én tudata, és azt mondja, hogy én Pistike vagyok, meg én ezt akarok, éhes vagyok, akkor viszont már olyan mira elhalványodik ez az egész képesség, hogy ezt már lehet, hogy egy-egy szóval, kis néhány mondattal még egész tetten érhető, de igazából a gyerekek többségénél már ez nem jelenik meg, illetve azáltal, hogy megjelenik az én tudat tulajdonképpen, és el is felejtődnek azok az élmények, hiszen valójában mi mire emlékezünk ebben az életben? Arra, amit én tudattal átéltünk. De mivel a gyereknek 2-3 éves korára nem volt én tudata, ezért aztán nem is tud rá emlékezni. Tehát nagyon egyszerű a magyarázat. Na, az lényegében tehát valahogy úgy alakult a fejlődésünk, hogy először vegetariánusok voltunk tulajdonképpen, sőt, nyersevők voltunk, hiszen tejet fogyasztottunk, meg legfőjebb aztán már növényeket is, de csak a föld feletti részeiket, tehát gyümölcsöt, zöldféléket, ami könnyebben emészhető volt. Amit most is egy csecsemőnek először meg kell emésztenie, tehát először a könnyebben emészhető dolgokat ettük meg. Ez azért volt, mert ugye egyre inkább hozzá kell szoknia az embernek a földi léthez. Ez egy egyetlen földi életben is így van, de valójában az egész emberiség fejlődése során is így volt, és ezért van az, hogy a legelőször az emberiség fejlődésének kezdetén is ilyen könnyen emészhető ételeket ettünk kizárólag, tehát tejet, majd pedig tejet és gyümölcsöket, zöldféléket. Aztán később az emberiség tudata egyre inkább kezdett alkalmazkodni a földi élethez. Később a csecsemőből is kisgyerekké lett, és elkezdett enni húst is. És az emberiség is elkezdett húst tenni lassan. Igaz, hogy nem teljesen, de úgy általában ez azért elterjedt. És ez viszont ahhoz járult hozzá, hogy a tudatállapot még inkább alkalmazkodjon a földi élethez. A könyvben leírom pontosan, hogy milyen hatásai vannak a növénynek, húsnak. Most erre talán nem térnék ki. És tehát a húsnak van egy olyan hatása, hogy, hogy az ember lehúzza a föld felé, hogy egy kicsit érdeklődjön jobban a földi, illetve a személyes dolgok iránt, míg a növénynek ilyen hatása nem volt, de tulajdonképpen nem előzhette meg a húsevés a növényevést, mert először még a növények hatása alatt kellett élnünk. A növények hatása ugyanis nagyjából egy olyan úgy jellemezhető, hogy az tulajdonképpen egy kozmikus kapcsolatot ad. Tehát amikor azt látjuk, hogy a növények elsősorban a nap hatására fejlődnek ki, azaz olyan erőket vesznek föl a világegyetemből, amik a fénnyel, a hővel, illetve alapvetően olyasmivel függnek össze, ami az isteni világhoz, a kozmikus teremtéshez is kapcsolódik. Így azt lehet mondani, hogy mivel a növények emésztésekor mi ezekkel a naperőkkel, kozmikus erőkkel találkozunk, amikor megemésztjük őket, ezért aztán ezek a növények, legalábbis a föld feletti részeik mindenképpen,
arra sarkalják az embert, hogy ezzel a fényszerű, hőszerű, kozmikus világhoz kapcsolódjanak, hogy úgy általában érdekelje az embert a világ, hogy mi történik benne. Tehát a növényeknek valami ilyen hatása van, legalábbis ami a föld feletti részeiket illeti. A gyökerekre ez kevésbé érvényes, de azért azokra is. És aztán jött ugye a húsevés, amikor már az ember emésztőrendszere képes volt feldolgozni olyan erőteljesebb földi hatásoknak alávetett szubstanciákat is, amilyenek az állati szubstanciák. Ezekben olyan erők működnek, amik bizonyos módon már el vannak vágva ettől a kozmikus világtól, hiszen ezeknek az állatoknak van valamiféle személyes jellege, személyes élete, nincs személyisége, de mégis olyan lelki világuk van, amivel tulajdonképpen le vannak zárva. Már, tehát úgy értem azt a lezárást, hogy van egy önálló világuk. Tehát az állatoknak, tehát ha megnézzük a kutyát, macskát, azért kisebb különbségek előfordulnak az egyes egyedek között, és ez abból fakad, hogy mindegyikben valamiféle lélekszerűség működik, és ez a lélek azért egy kicsit személyes jellegűen is tudhatni, és amikor ezeknek az állati, mondjuk sertéshúst teszünk, vagy csirkehúst, akkor valójában ezekben lévő, az ezekben megtestesült személyes jelleggel is találkozik az emésztőrendszerünk, és ennek hatására ez a tudati lelki életünket is arra ösztökéli, hogy mi személyesebben gondolkodjunk. Tehát tulajdonképpen azután jött el annak az ideje, hogy húst is együnk, miután növényt ettünk, mivel előbb kellett a világ iránt érdeklődni a növények hatására is, hogy utána már a személyesebb érdeklődés kialakuljon. Tehát először ugye nem rendelkezett a gyerek én tudattal, tehát nem mondta az egy éves korában, hogy én vagyok, azt csak olyan 2-3 éves korában kezdte mondani, és akkor előtte még csak növényeket evett, ennek is, és ez pontosan meg is felelt a tudat fejlődésének. De aztán, amikor már 2-3 éves kora körül, vagy esetleg kicsivel előbb elkezdett húst is enni, akkor ez a húsevés arra késztette, hogy na akkor, na, jöjj rá, hogy én vagyok. És rá is jött. És valahogy így történik ez a fejlődés az emberiség létesülése során is, ahogy most minden egyes ember életében történik, hogy először az első inkarnációnkban csak a tejet fogyasztottuk, aztán tejet és növényt, és akkor még ugye általában csak az isteni világ érdekelt minket, nem volt kifejlődött én tudatunk, olyan lényegében az emberiség a csecsemőkorát élte, vagy kisgyerek, nagyon kisgyerek korát. Aztán amikor már elkezdtünk húst is enni, a hús hatására ezek a lehúzó, a világtól elzáró személyes hatások is egyre inkább érvényesülhettek a tudatunkban is, és ezáltal kialakult az én tudat az emberben. Ez az én tudat aztán az évezredek során egyre fejlődött, ahogy egyre több inkarnáció haladtunk át, egyre inkább alkalmazkodtunk a földi világhoz, egyre kevésbé láttuk a szellemeket, egyre kevésbé tudtunk velük kapcsolatba lépni, ezért is hozták egyébként létre a vallástanítók a vallásokat, hogy azért mégiscsak kapcsolódjunk hozzájuk. És aztán most eljutottunk abban a korban, amikor az emberiség lényegében igen nagy része, ha hisz is, nem egészen mondanám azt, hogy hú, de nagyon hisz, nem túl meggyőző a vallások tanítása már sok ember számára. És ezért is van az, hogy sok ember ilyen ezoterikus és okkult tanítások iránt érdeklődik, mert ha elmegy a templomba, ott mindig csak ugyanazt hallja, úgy érzi, legalábbis én azt gondolom. És már nem elég nekik az, hogy higgyenek, hanem most már tudni akarnak, most már érteni szeretnék, hogy miért van. És ezt az antropozófia elég jól le is írja nekünk. Másról most igazából nem akarok nagyon beszélni, szerintem ugye elég is, mert most rázódítottam mindent. De ha van kérdés, akkor válaszolok. Ha tudok. Tejjel kapcsolatban nem mondtad,
hogy hogyan fogyasztottuk. Ja, hát azt mondtam, hogy nyersen. Igen, de magát az ő, azt az ős ja, igen, abban nem akartam belemenni, az túlságosan. Az, tehát volt egy olyan földi állapot is, amikor az ember még nem is volt húsvér testben, és már akkor is a földet, hát akkor még főleg a holnak az erői hatották át, és akkor a földben olyan, hát az ember legfőjebb a légnemű és a hőszerű anyagokba testesült meg. Ez mondjuk eléggé vad elképzelés lehet egyeseknek, de valójában így történt. Tehát, és amikor ez az állapota volt az embernek, akkor volt egy olyan elég hosszú időszak, amikor a hold olyan erősen hatott a Földön, hogy ilyen tejszerű szubstancia, ilyen albuminszerű, tejszerű légköre volt a Földnek, és tulajdonképpen ebben a légkörben időnként megtestesült az ember is. Ez tulajdonképpen ez még a paradicsomi állapot, tehát még a megkísértés előtti állapot. Ugyanis amikor már megkísértés megtörtént, vagyis ettünk a jó és a rossz tudásának fájáról, annak hatására jött az a rész a fejlődésünkben, hogy az anyagok megsűrűsödtek meg, tehát szilárdá, folyékonnyá váltak, és ezáltal az ember egyszer csak megjelent, mint a Földön járó lény. Tehát nem a tengerből másztunk ki, hanem onnan szálltunk le azáltal, hogy a luciferi hatásra az ember szubstanciája egyesűrűsödött, és így egyszer csak már nem ott a légkörben éltünk, mint szellemi lények, hanem a Földön járkáltunk. Tehát nagyon vad dolgok vannak esetleg, hogyha valaki ezeket az evolúcióra vonatkozó dolgokat így nem biztos, hogy el lehet fogadni egy olyan ember számára, aki ezt még nem nagyon ismeri. Tehát már elég. De egyébként erről elég sokat írok, úgyhogy igyekszem érthetővé tenni, hogy hogyan is történt az ember földi megtestesülése, illetve az, hogy a tudat állapotaink hogyan változtak, hogyan. Most itt nagyon futólag érintettem a tej, növény, hús, de valójában különbség van a halhús és az egyéb húsok között is. Van mondjuk a gombáknak is egy hatása, vagy a hüvelyeseknek van egy tompító hatása, tehát ilyenekről van szó, tehát olyan egészségügyi dolgokról is szó van, de arról nem sokat beszélek talán. Tehát ezek az ismeretek, amik ebben a könyvben vannak, bővítik az egészséges táplálkozásra vonatkozó ismereteinket is, de igazából azt próbálom elmondani benne, hogy miként zajlott az ember fejlődése, mi az emberi fejlődés értelme, hogy egyáltalán van értelme az életünknek, és hogy ez hogyan támogatta az étrend koronkénti folyton változása. És lényegében erről van szó. Na, ennyi. Jó volt. Hát, igen, néha kicsit nem mondja, de... Igen, érdeztem. És hát meg arról, hogy ott a mint ember, mint fordított növény, arról nem akar. Jó. Mondhatok még végül is van időm. Tehát Rudolf Steiner, amikor megfigyelte ugye az embert érzékfeletti látásával, meg a növényeket, akkor azt vette észre, hogy de tulajdonképpen ezt már fizikai szinten is észrevehetjük, mert azt látjuk, hogy a növény a földben gyökerezik, aztán kihajt, és akkor leveleket hajt, azon lélegzik, és aztán utána hajt egy virágot, vagy egy virágzatot, és abban ugye létrehoz gyümölcsöket is, vagy esetleg azt nem, de magukat mindenképpen. Tehát a növény egy olyan lény, aki van egy gyökere, van egy lélegző része, és van egy szaporodási része. Na most, ha megnézzük, hogy az ember honnan gyökerezik, hát azt látjuk, hogy a világegyetemből gyökerezünk. Tehát ha mi azt nézzük, hogy mi honnan gyökerezünk, akkor mi valahonnan itt gyökerezünk.
Aztán, ha nézzük lefele, hogy hogyan van az, akkor itt lélegzünk, itt a tüdőnk. Aztán lent van a szaporodási szerv, itt vannak a szaporodási szerveink, tehát mindaz, ami a növénynél fönt van, az nálunk itt van lenni, és ezért az ember fölfogható egy fordított növényként is, legalábbis ilyen élet szempontjából. Így aztán ez fel is lehet használni az egészséges táplálkozás szempontjából elsősorban, ugyanis hogyha gyökeret fogyasztunk, az ténylegesen az idegrendszerre, illetve arra hat, ami gyökereinkkel kapcsolatos. Tehát ha répát, retket, krumpli is, de a krumpli ez nem annyira, ilyen fénygyökeret eszünk, az elsősorban az agyunkban, illetve az idegrendszerünkben fog hatni, mivel hogy a növényvilágnak a gyökér világával függ össze a mi idegrendszerünk működése. Ugyanakkor, ha leveleket fogyasztunk, akkor az a leveleknél ugye azzal lélegzik, azzal fotoszintezizál, de mi is ez itt középen lélegzünk, hogyha a leveleket fogyasztunk, salátákat eszünk, akkor az a mi tüdőnket, illetve a vérkeringésünket fogja erősíteni, de inkább a tüdőnket. Ha pedig gyümölcsöket eszünk, ami ugye a növény tetején növekszik, vagy virág, szirmokat esetleg, bár ez nem jellemző, esetleg magvakat, az elsősorban az anyagcserénkben fog egyfajta erősítő hatást kifejteni. Ezért is jó, hogyha az ember változatosan étkezik növényekből is, mert a szüksége van az agynak, hogy gyökerekkel táplálkozzon. A gyökerek sóira is szükségünk van, de lényegében a gyökerek sóit, illetve a sókat egyáltalán, az ásványokat a növények gyöki erőit tudják fölvinni a fejig. Tehát, hogyha nem eszünk napokig ilyen gyökereket, vagy valamiféle gyökeret is legalább, akkor valószínűleg nehezebben fogunk gondolkodni egyáltalán, az idegrendszerünk egy kicsit talán fáradékonyabb lesz. Vagy hogyha az ember nem eszik zöld leveleket, akkor a tüdejét nem táplálja elég jól. Vagy hogyha nem eszünk gyümölcsöket, akkor az anyagcserénk egy kicsit renyhébbé válhat esetleg. Vagy, hát általában ezt tapasztalja is az ember, hogy a gyümölcsöket eszik, akkor a széklete is egy kicsit hígabbá válik. Tehát azért van ez, nem csak azért van, mert a növény, illetve a gyümölcs szubstancia olyan, hogy esetleg az ott hígabbá válhat, hanem azért is, mert abban olyan erők vannak, amik az anyagcserét tudják élénkíteni. És ezért van az, hogy itt így van ez megfestve. De erről is egyébként hosszabban szólok a könyvben. A magvak egy kicsit érdekes szubstanciák, mert ezek is ugyanott, legfelül a virág, ott, ahol a virág növekszik, ott jönnek létre, de valójában, mivel hogy olyan képességei vannak egy magnak, hogyha legulik a földre, akkor egy teljes növény növekedhet ki belőle, hogy ezeknek egy kicsit univerzálisabb hatásaik vannak, tehát ha magokat eszünk, az általában az egész szervezetet úgy viszonylag harmonikusan tudja táplálni, de legfőképpen a szívre hatnak a magok. Ugyanakkor nem, ez főleg a gabonamagvakra érvényes, tehát a gabonamagvak, meg az olajos magvak, ezek nagyon egészségesek, hogyha nem vagyunk rájuk allergiások, vagy meg tudjuk emészteni. Ezek tudják igazából erőssé tenni a szervezetet. Ha a fehérjéket eszünk sokat, amit ugye a paleolit táplálkozásnál manapság nagyon szerintem túlságosan elharapózott ez a paleolit táplálkozásos téma, ez kifejezetten gyengíti az emberi szervezetet belsőleg. Lehet, hogy le fog fogyni az ember tényleg a sok fehérje hatására, ha sokat eszik, de valójában a szervezete, immunrendszere, illetve alapvetően évek múlva fog ez kiderülni, le van gyengülve, vagy legyengül fokozatosan, mert igazából az erősíti, ami a szélhidrátban lenne.
És ezáltal azt mondja Steiner, hogy érelmeszesedés, és egyáltalán minden meszesedési folyamat sokkal inkább jönni fog az embernél, hogyha túl sok fehérjét fogyaszt. Hát manapság azért van sok ember, aki nagyon sok hús fogyaszt, valószínűleg ez náluk érvényes is, tehát elő fog jönni ez a meszesedés, és mindenféle ezzel kapcsolatos betegség. Kérdés. De a fényökéről már mindenki tud, mert még... Ja, arra még nem beszéltem. Ja. Hát Rudolf Steiner azt mondta, hogy a krumplinak materialista. Tehát ha a krumplit nem ettük volna az elmúlt századokban, akkor az ipari forradalom is sokkal enyhébb formában jelentkezett volna, illetve az ember intellektuális, absztrakt gondolkodása is sokkal kevésbé érvényesült volna az elmúlt évszázadokban, és tulajdonképpen ez az intellektuális gondolkodás uralkodott el a természettudományban is, mert a természettudomány addig tök jó, amíg megfigyeljük a dolgokat és a tényeket rögzítjük. De amikor az intellektus túlbúrjázik, akkor ugye szeretne mindent megmagyarázni, de az ő érzékszervi tapasztalatai azt nem tudják meg alátámasztani, ezért aztán mindenféle elméleteket kitalálnak, hogy mi hogyan jött létre. Az élet hogyan keletkezett az élettelemből, hogy a majomtól hogyan származik az ember, vagy mondjuk a közös őstől. Tehát ezek olyan az intellektuális termékek, amiket a tények nem támasztanak alá. Ugyanazokra a tényekre alapozva mondja az antropozófia, hogy az ember onnan szállt le, mint amilyen tényekre alapozza a természettudomány azt, hogy az ember a majmokkal közös őstől származik. Tulajdonképpen ugyanazok a tényeket mi antropozófusok is elfogadjuk, csak éppen azokhoz a tényekhez más magyarázatot fűzünk. Olyan magyarázatot, ami megfigyelésen alapul, Rudolf Steiner megfigyelésen alapul. Tehát nem kitalálunk valami elméletet, hogy így történhetett, hanem megfigyelés. És ez valószínűleg helyesebb, legalábbis nekem úgy tűnik, hogy ez inkább az igaz, és nem az a milliónyi, milliárdnyi véletlen egymásra halmozódása, amivel esetleg kijöhetett volna az állatból az ember is, vagy hogy létrejöhetett volna az élettelemből az élő. De ugyan nincs, ez szerintem nevetséges, hogy szén, a hidrogén meg az oxigén ott egy szerves vegyületet alkot valamikor ott az ősidőkben, és akkor egyszer csak már él. Ez a, és élővé vált. De ilyen nincs olyan, hogy magától élővé váljon. Ahhoz előbb oda kell jönni az életnek, és akkor az majd élővé teszi. És ez az érzék feletti élet, ami a növényekben állt, az emberben működik. Tehát szerintem egy nagyon evidens dolog. Hát lényegében ennyit akartam, bár nem egészen így akartam elmondani, de hát így sikerült.